Alig több mint egy hét múlva, augusztus 4-én kezdődik Szentlőrincen a vidék hagyományos szakvására az idén 12. alkalommal megrendezésre kerülő gazdanapok rendezvény sorozata. Az ezúttal a megszokottnál korábban sorra kerülő mezőgazdasági seregszemle a szakembereknek és a kíváncsi érdeklődőknek is kínál érdekes programokat, látványos eseményeket. Jó estét kívánok nézőinknek, és szeretettel köszöntöm háttérműsorunk vendégeit. Tóth Sándort, az FVM Baranya megyei földművelés hivatalának megbízott vezetőjét, és Vég Gábort, a Baranya megyei vállalkozói központ vásárigazgatóját. Mai beszélgetésünkben egyebek mellett arról is faggatjuk vendégeinket, hol tart a betakarítás, valóban beszélhetünk-e túltermelésről, raktározási gondokról, de természetesen arról is, hogy milyen a kiállítói érdeklődés, milyen újdonságok várhatók, mire számíthatnak az agrár szakemberek, milyen szakmai fórumokon vehetnek részt. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a vásár iránt érdeklődő nagy közönség számára milyen programokat kínál a szervező Baranya megyei vállalkozási központ. A hagyományoknak megfelelően ezúttal nem augusztus végén, hanem a hónap elején rendezi meg a Baranya megyei vállalkozói központ az idei gazdanapokat. Milyen az érdeklődés? Köszönöm a kérdést, most már egy kicsit vidámabban lehet erről a dologról beszélni, mint amikor tavasszal itt jártunk. Azóta nagyon sok partnerünk jelentkezett a rendezvényre, régiek, újak, tehát egy kicsit a bevezetőhöz is kapcsolódva, mindjárt itt a kiállítói körben számos új cég fog először bemutatkozni a vásáron, tehát itt főleg ezek az Alföldről érkeznek, és a távolabbi megyékről sok új terméket, technológiát, gépet, fejlesztést fognak itt a már megszokottnak is tekinthető régi gépkiállító és egyéb partneri körtől eltérően itt megtapasztalni. Hát a pillanatnyi statisztikánk szerint, amit így ugye eléggé napra készek vagyunk ebbe a dologba, hogy a vásár minden tematikus részét egybevetve körülbelül olyan 310-20 közötti partnerünk lesz az idei évben. Mai nap is jelentkeztek még, illetve még bárki most az utolsó pillanatban agrárterméket, vagy szolgáltatást, vagy bármi a vásár tematikájához illeszkedő dolgot szeretne bemutatni, azt nagyon szívesen még az utolsó pillanatban is, amíg ez kezelhető, elfogadjuk. Hol tartanak a szervezés előkészületei? Építik-e már a helyszínen a szükséges kellékeket? Hát ez is elkezdődött, tehát itt is már eléggé előre haladott állapotban vagyunk. Majdnem azt lehetne mondani, hogyha egy kicsit fölpörgetnénk a munkánkat, akkor csütörtök helyett már hétfőn meg lehetne nyitni a rendezvény, de azért ennyire nem akarunk elébe menni a dolognak. Van itt még egy-két olyan egyeztetni, pontosítani való, főleg ami a konferencia vendégeivel, a kísérő és a háttérprogramoknak a résztvevőivel kapcsolatban még ránk hárul, mert itt az utolsó pillanat is tartogat, tehát itt azért a vásár nagyon sok olyan bemutatót, lovas programot és ilyen jellegű elemet tartalmaz, amiben egy baleset, egy állatnak a lesántulása, ez problémákat okozhat, tehát erre van alternatívánk, úgyhogy tud a helyére ugrani szükség szerint valaki. Hát meg azért sem kell sietni, mert ugye javában tart még az aratás. Igaz, hogy a gazdanapok idejére talán úgy tűnik, hogy sikerül befejezni a munkálatokat, de azért felvetődik az emberbe, hogy nem lehet, hogy ez csökkenteni fogja a részvételt, az érdeklődést a vásáron. Hogy állnak most az aratási munkálatok a megyében? Hát az aratási munkálatok a megyébe Dandárjához érkezett. Hát egy rendhagyó betakarítási idényről beszélhetünk. A megyében június 29-e körül kezdődött meg a betakarítás. Azóta 13 esős napot regisztráltunk, 100 mm-től 180 mm csapadék hullott le a megye összterületén. Hát ez igen hátráltatta a betakarítást. De amint látjuk, az idő kedvezőre fordult, reméljük, hogy ez így is marad, és a szentlőrinci gazdanapokig a betakarítás zömével a gazdálkodók, termelők végezhetnek. Ez a kánikulai időjárás most, ez jó az aratáshoz? Igen, igen, jó az aratásnak, tehát reggeltől estig nyújtott műszakban tudnak dolgozni a kombájnok,
és megfelelő helyre száraz magtárba kerül a termény, illetve a következő évi kenyérnek való. Legfeljebb a gépeken dolgozó embereknek nem ideális, hiszen nem lehet most könnyű egész napot ülni a tűzőnapon. Igen, nem lehet, de a mai kombájnok zömében már a termelő gazdálkodók légkondicionált kombájnokkal rendelkeznek, és azokon azért elviselhető. Nem azt mondom, hogy könnyű reggeltől késő estig a gépeken ülni, dolgozni, de elviselhető, mint valaha volt. A szervezők tartanak attól, hogy esetleg mégsem lesz vége az aratásnak, és amiatt kevesebben mennek? Hát igazából tartunk vagy sem ettől a dologtól. Mi bízunk benne, hogy úgy lesz, ahogy ezt a hivatal vezető úr az előbbiekben elmondta, és a vásár egy könnyed fölüdülést fog az aratást követően, ha csak pár napon belül is jelenteni itt a dolgozóknak. Hát mindenkit mondom, nagy szeretettel várunk a vásárunkat a tőlünk megszokott tematika szerint, és remélem olyan precízséggel építjük fel, és olyan kínálatot fogunk nyújtani, amire majd megint a vásár után azt mondják, hogy érdemes volt ismét eljönni Szentlőrincre, és lesz folytatása a programnak. Erről még beszélünk, hogy mi minden várható itt a gazdanapok során, de előbb maradjunk picit az aratásnál. Milyen betakarítási eredmények várhatók, milyen minőségű a gabona? A betakarítási eredményeket ugye nagyban befolyásolta a tavalyi ősz, mivel a nyári betakarítású növények zöme ősszel került elvetésre. Hát én úgy érzem, hogy kellő jó minőségbe kerültek elvetésre. A tavasszal vetésre került nyári betakarítású növényeknél ugyanez már nem mondható el, de úgy néz ki, hogy a vegetáció idő alatt a csapadék, illetve az időjárás kedvezett, és így egy jó mennyiségről, betakarítandó mennyiségről beszélhetünk. Hát a minőség úgy érzem, hogy nem éri el a tavalyi minőséget. Raktározási, túltermelési gondokról hallani most az ágazatban. Ez így van-e a megyében is? Megyében, mivel tavaly azt hiszem nem csak Baranya megyére, hanem országosan jellemző volt a mezőgazdaságban a túltermelés. Baranyába kedvezően nagyon jó tendenciával le tudtuk vezényelni az intervenciós felvásárlást. Hát most már elmondhatom, hogy ez a múlté felvásárlásra került, az intervencióra felajánlott gabona mennyiségek július 31-ig. Azt is itt elmondhatom, hogy megindult már az áttárolás, illetve a spanyol-portugál áttárolások megindultak a megyébe. Hát remélem, hogy a malmi minőséget felvásárolják, és esetlegesen a takarmány minőséget, pedig egy ősszel induló hitelkonstrukció segítségével az állattartó telepek felvásárolják, és készletezni tudják a takarmány szükségleteit. Ehhez az FM egy kedvezményes hitelkonstrukciót kíván az ősz folyamán megjelentetni. Nagyjából már látják tehát, hogy mennyi lesz a mennyiség, milyen lesz a minőség, hogy alakulnak majd az árak ennek függvényében? Hát az árak az aratás ideje alatt mindig kicsit nyomottan indulnak, de aratás végére, illetve utáni időszakban, mikor megindul ma az igazi kereskedés, a kereskedőknek a mozgolódása, az picit javít az árakon. Én reménykedek benne, hogy a termelők egy kedvező áron tudják értékesíteni a jó minőségű gabonájukat. Akinek nem sikerül ez, november 1-től újból indul az intervenciós felvásárlás, az fel tudja ajánlani intervencióra a gabonáját. Térjünk vissza a gazdanapokra. Említette, hogy nagyon sok olyan új kiállító is van, aki eddig még nem vett részt a gazdanapokon. Mivel sikerül őket ide csalogatni? Elment már a híre a rendezvénynek? Bizonyára, tehát a 12 év azért valahol ez a sok-sok reklámtevékenység, meg szervezői munka, nyilván ez sokfele elvitte a vásárnak a hírét, a lehetőségét, hogyha mondjuk ezt az oldalát is nézzük ennek a dolognak. Hát az újdonságokat azt több területen lehet majd észlelni. Tehát sok olyan partner van a szabadterületi gépkiállítók körében, aki nem volt még a vásáron, tehát ez megyén belüli az EKE gyártástól elkezdve a nagy gép forgalmazásig. Tehát vannak olyan partnerek, akik még nem voltak soha gazdanapok vendégei. Igazából nem tudnék most
konkrét partnereket is megnevezni, de nem tudnám ellen nevezni ugye a másik régebbi partnereinket, ezért inkább nem mondok konkrét neveket. Tehát azon a területen biztos, hogy lesznek újdonságok. Lesznek újdonságok, az Agrármarketing Centrum, ugye az idei évben az országos agrárkiállítás miatt most nem tudja a regionális vásárokat ebből a közösségi megjelenéssel segíteni, ami az élelmiszer előállítóknak kedvez elsősorban. Hát mi is itt a mi partneri körünkben fölépítettük a magunk közösségi megjelenési szisztémáit, és például itt az Agrárkamara, akkor egyéb ilyen szervezetek, akik csoportosítanak mondjuk termelőket és különböző vállalkozásokat, az ő részükre ajánlottunk föl ilyen jellegű piaci alapú természetesen megjelenési lehetőséget. Mindenki egy kicsit vállalva, nagyon dekoratív standok vannak készülőben, tehát ott is a húsipartól elkezdve a mézig, a borig, sok minden ismét megkóstolható, megnézhető, talán még megvásárolható is lesz. Ez ugye nyilván a bemutatott tartóknak a kompetenciája majd, hogy mivel fognak itt kirukkolni. Így az össze kiállítói körünkön belül körülbelül 25-30 cég lesz az, aki bort, mézet, húsipari terméket, tejipari terméket, sütőipari terméket fog vegyes kínálatba bemutatni. Akkor van egy új eleme a vásárunknak, ami egy abszolút újdonság, egy új program, egy ilyen vásár a vásárban program, amit a múlt beszélgetésen már egy picit ilyen burkoltan már említettünk. Ez egy vadászat, horgászat, lovászat tematikájú kiállítás, amit egy partnerszervezettel együtt szerveztünk meg. A Gazdanap vásár területe fog helyszínt adni neki idén az első alkalommal. Ez egy induló program. A mai dolgok állása szerint elég kedvezően alakult, tehát ha visszagondolok a Gazdanapok legelső évének a kiállítói létszámára, ami 21 néhány kiállítóból állt, akkor ennek a vadászat tematikájú programnak is van most 21 néhány partnere. És ami nagyon fontos, hogy ugye nyilván az uniós határoknak a változásával, hogy Magyarország tag lett itt ebben a vásári szegmensben, itt már 6 külföldi kiállítónak a megjelenését is fogja mutatni. Ebből 4 osztrák és 2 német területről érkezik, lovasboxokat, lovasfelszereléseket, vadászruházatot, ilyen jellegű termékeket fognak bemutatni. Reméljük, hogy jól fog illeszkedni a mi eddig 10 év alatt kialakított agrárvásári tematikánkhoz. Ezek a programok már úgy tűnik, hogy kifejezetten a nagy közönségnek szólnak, tehát egy jó kis családi napot is el lehet tölteni Szentlőrincen, hogyha ellátogatunk a Gazdanapokra. Lesz a lovasport, illetve a lovasport is helyet kap, diugrató versenyt is terveznek, hogyha jól hallottam. Igen, ez egy tavaly elindított versenyprogram, amit idén újbóli megszervezésével reméljük, hogy hagyományossá tudunk tenni a jövőre nézve. Ez egy a Lovas Szövetségnél bejelentett díjugrató verseny, ami különböző kategóriába, tehát amatőr és hivatásosabb kategóriába, bár én nem vagyok annyira nagyon lovas ember, hogy én erről mondjuk úgy tudnék nyilatkozni, hogy most mi az a B2 meg a B3 kategória, tehát ezt nem merészelném tenni, de ez egy nagyon-nagyon látványos program volt tavaly. Nem véletlenül fektettünk bele nagyon sok energiát az idei évben, hogy újra megszervezzük, és ha lehet, akkor még több lovasklubbal és még több versenyzővel rukkoljunk majd ki itt ezen a szombati lovasnapunkon, ami egyébként fog tartalmazni más lovas elemeket, tehát huszárokat, fog hagyományőrzőkkel találkozni a vásárlátogató, lesz benne díjlovas bemutató, tehát sok minden olyan 20-25-30 perces érdekesség a nap folyamán, ami majd egy kicsit a versenynek a, hát nem monotóniáját, de valahol mégis ezt meg fogja törni. Készülünk színpadi műsorokkal, felnőtteknek, gyerekekkel vegyesen, tehát pénteken a Kaposvári Dériné Színház lesz a vendégünk, szombaton egy pécsi bábművész, helyi hagyományőrző, illetve ilyen népdalköri kis körítéssel, illetve ilyen csoporttal.
akkor lesz másik napon vendégünk ragadozó madár bemutatóra egy alföldi úriember, aki héjákkal, sólymokkal, sasokkal foglalkozik, és erre van felépítve egy programja. Lesznek a szarvasgomba kereső kutyától vadászkutya fajtáknak a bemutatásáig, bár erről most még azért merészen beszélek, mert itt azért van még egy-két pontosítani való, de ilyen tematikával készülünk, tehát hogy ezzel is segítsük azt, hogy ez a horgászat-vadászat program, ez jól el tudjon indulni, és sok mindennel ehhez illeszkedünk. Tehát most egy kicsit a gazdanapoknak a programjai kicsit ilyen vadászossá, lovászati oldalúvá válnak, vagy hát majd válni fognak a jövő héten. És ezáltal még színesebb lesz az egész. Az ágazatban dolgozókat persze a szakmai programok is nagyon érdeklik. A tervek szerint ugye a szaktárca vezetője nyitja meg a kiállítást, aki agrárfórumot is tart. Így lesz ez? Erre is azt tudom mondani, hogy a pillanatnyi információk szerint a augusztus 4-én délelőtt 10 órakor az ünnepélyes megnyitott a Gráf József mezőgazdasági és földművelésügyi miniszter úr fogja megtartani, és őt kértük föl a vásár hagyományainak megfelelően, hogy délután a szakközépiskola sportcsarnokában az érdeklődők, agrártermelők, vállalkozások részére, illetve minden vendég részére egy agrárfórumot tartson. Tehát ez a pillanatnyi, ami a vásár protokolljához tartozik. Nagyon sok vendéget várunk, szomszédos megyékből hivatal vezetőket, munkatársakat, falugazdász szakembereket, termelőket, tehát igyekeztünk a hivatalok segítségét felhasználni abban, hogy nagyon sok helyre, tehát kompetens vásár szempontjából fontos helyre meghívók, információk jussanak, hogy ismét jöjjenek el, legyenek a vendégeink Szentlőrincen. Nem csak csütörtök, hanem pénteken is, mert azt avval szintén ez a vásár hagyományaihoz tartozik, hogy egy szakmai napot szeretnénk megtartani, aminek a középpontjában a piacra jutás, a szövetkezési formák, a termelői csoportok kérdései tartoznának. Ezt tematikusan fogjuk levezetni növénytermesztés, állattenyésztés, kis állattenyésztés témakörökben. Olyan szakmai programok is lesznek, amelyek egy-egy ágazat nehézségeit, problémáit is felvetik. Így szó lesz a tejtermelés, a sertéstartás helyzetéről, és gondolom az aratásról is, a betakarítási eredmények is nyilván szóba fognak kerülni. Ön szerint ezek a beszélgetések mit jelenthetnek az ágazatban dolgozók számára? Jelenthetnek-e előrelépést azáltal, hogy ugye a problémák felszínre kerülhetnek? Igen, természetesen minden egyes ilyen megbeszélés, ez csak előre viheti a dolgokat a problémák megoldásába, mert azt hiszem az ágazat egyik szereplőnek sem jó, ha eltakargatjuk a problémákat. Felszínre kell hozni, párbeszédet kialakítani, és meg kell hozni közösen a megfelelő megoldásokat. Ebben legyen vezető, szerepkört betöltő, vagy termelő, vagy a végrehajtó oldalba tevékenykedők is. Volt olyan téma, ami az elmúlt években napirendre került egy-egy ilyen szakmai fórumon, és azóta sikerült megoldani, akár ennek révén? Hát ez minden a mezőgazdaságot érintő, minden egyes gond, probléma naponta jelen van, de ugyanezeken a fórumokon is. Hát én mondhatnám itt a megyét illető gabona felvásárlási problémák, amit úgy éreztük, hogy kimagasló lesz a megyébe, és közös párbeszéddel megtalálva erre a megoldási lehetőségeket könnyebben le tudtuk vezényelni, mint arra számítottunk. Ön szerint egy ilyen rendezvény, mint a gazdanapok, mennyiben járulhat hozzá a térség gazdaságának, különös tekintete mezőgazdaságának fejlődéséhez, fejlesztéséhez? Ez kimondottan pozitíven járulhat hozzá, mert most lehetőség nyílik a mezőgazdasági termelőknek, a megyébe ténykedőknek, hogy nem kell most Budapestre utazni, itt a megyében elérhető távolságban meg tudják tekinteni ki az érdeklődőknek megfelelően, vagy talán, ha van ideje, az egész kiállítást, legyen ez gépek, technológiák, illetve a mezőgazdasági végtermékek megtekintése. És itt, amit mondott az igazgató is, hogy jelen lesznek a
végterméket felvonultatók, legyen ez malomipari termékek, vagy legyen húsipari termékek, tejipari termékek, és itt meggyőződhetnek a látogatók, hogy érdemes magyar termékeket vásárolni. És nem muszáj rögtön a különböző bevásárló központokba a külföldi termékek után menni. Ott van, jelen van a magyar termék, amik prezentálva lesznek most a kiállításon, a vásáron, és bebizonyítható, illetve bebizonyosodott már, hogy ezek is vannak olyan minőségűek, felveszik a versenyt, sőt, én megmerem kockáztatni, sőt, vallani, hogy sokkal jobbak, mint a külföldi termékek, a magyar ízek. És a vásárigazgatótól a végére csak egy praktikus információ, tehát pontosan dátum, mikor, hol és mire várják a közönséget. Tehát mindenkit nagy szeretettel a Szent Lőrincen megrendezésre kerülő gazdanapokra, 12. alkalommal, augusztus 4-e, 7-e között. Mindenki, ahogy ideje engedi, reggel 9 és 18 óra között szeretettel várjuk. Köszönöm szépen a sok pontos információt, és sok sikert kívánok a rendezvényhez. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a Szent Lőrinci gazdanapok megrendezéséről beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.